A lángok átterjedtek az ingatlan tető szerkezetére, illetve a födém szerkezet több helyen is beszakadt. Éjszaka olyan éjfél magasságában ébredtem fel, hogy csattog a cserép, és felhúztam a rolót, láttam, hogy lángol a tető a Karcagiti, Szafüredi és Püspökladányi hivatásos, valamint a Kunhegyesi önkormányzati tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása alatt három visugára lavatkoztak be. Valamivel éjfél előtt kumaras településre riasztották négy település tűzoltóit. A kétszintes családi épület teljes terjedelmébe égett, ahova a megyei műveleti irányítás a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is leriasztotta. Az épület áramtalanítását követően a hajnali órákra tudták megfékezni a bajtársaink a tüzet. A helyszíről a mentők egy embert szállítottak kórházba.